kedves kollégám, kérem mindenki foglalja el a helyét. A következő napirendi pontunkban az Egyesület életében talán a mindig egyik legkedvesebb, legkellemesebb, legszebb közé tartozik, hogy az elmúlt évben, illetve azt megelőzően esetleg hosszabb időn át is, az egyesületi élet területén kiemelkedő munkát végző kollégáink, kaptársainknak a tevékenységét ismerjük el, átadjuk az egyesületi kitüntetéseket. Előre is hagyd mondjam el, hogy köszönöm szépen minden jelölő szervezeteknek a munkáját, mint pedig az ezt előkészítő elnökségnek a jóváhagyását, és ezt követően a kitüntetek átadásánál a méltatásokat Horváth Vörös főtitkáról fogja elmondani, és Orsának pedig köszönöm a segítségét a bonyolításnak. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt küldött közgyűlés. Valóban minden ilyen összejövetelünk egyik legemelkedettebb pontja, amikor megköszönjük mindazt a munkát, amit az egyesületünk érdekében végeztek a kollégák, és egyben átadjuk azt az üzenetet, jövőre szóló üzenetet, hogy sokat adni nem tudunk, de minden megbecsülésünk azoké, akik a közösség érdekében végeznek bármilyen munkát. Ebben a sorban először azokat kollégákat szeretném méltatni, akiket idén nagy díjban részesítettünk, majd sorban a többieket, akiket egyesült éremben, illetve valamilyen újságnál kifejtett tevékenységük alapján értékeltek kollégáink kimagasló teljesítményre. Első a Terplán Zénó díj, ami egyesületünk nagy díjai között az élen jár, és ezt a díjat életmű díjért, életmű alapján szoktuk adni. Idei kitintetettünk dr. Rittinger János a hegesztési szakosztály felterjesztésében. Nehéz Rittinger elnök úr, korábbi egyesületünk elnöke életéről röviden beszélni, hiszen egy olyan életművel állunk szemben, találkozunk, amely időben is igen nagy területet, időtartamot ölel át, tevékenységben is nagyon széles körű volt. Rittinger János képesítései között alapvetően gépészmérnök, köt kell említenem, de okleveles hegesztőmérnök, azon kívül számos hegesztéshez kötődő diplomával rendelkezik az eurómérnöki címmel, és gyakorlatilag valamennyi hegesztéshez kötődő európai világ oklevéllel rendelkezik. Szakmai életútja is igen széles, gazdag, hosszú időre tekint vissza, hiszen 1962-ben már a Vasipari Kutatóintézet munkatársa, és itt a hegesztési osztályt vezeti későbbiekben. 69-től, 1969-től érdemes az itt ülő fiataloknak talán ezeket a dátumokat figyelemmel kísérni, hiszen ezek az időszakok, időintervallumok a hazai ipar fejlődésének meghatározó szakaszai és területei voltak. A hazai szénhidrogénipar szakértője, a nyomástartó berendezések műszaki felülvizsgálatának irányítója. 1981 és 85 között az atomerőművek biztonságos üzemeltetését szolgáló K+F feladatok, a szilárdsági számítások és ismétlődő vizsgálatok berendezések állapotának és becsült élettartamának meghatározásához program vezetője és szakértője. 1963 és 67 között a Budapesti Műszaki Egyetem, ugye akkor még ez volt a nevünk, a Mechanika Technológiai Tanszék külső munkatársa, a hegesztés és az anyagvizsgálathoz kötődő tárgyak oktatásáért felelős. 1987 és 2002 megint egy meghatározó
intervallum az életében, az erőkar munkatársa, állapotellenőrzési feladatokkal foglalkozó osztályának igazgatója, az anyagvizsgálat és az állapotellenőrzési laboratórium vezetője. A hegesztett erőművi berendezések, ebbe beleértjük az atomerőművét is, állapotellenőrzésének, felügyeletének, maradó élettartamának meghatározása, káresetek elemzése, roncsolásos, roncsolásmentes anyagvizsgálatok fejlesztése, roncsolásmentes anyagvizsgálók oktatása fűződik ezen intervallumban nevéhez. 2002-től a Rittinger Engineering szakértő és tanácsadó vállalkozás heggesztést szerkezetek anyag megválasztásának, maradó élettartamának meghatározására, kockázat és kárelemzésének, gyártásfelügyeletének, tanácsadásának, oktatási, hegesztési és anyagvizsgálat területén kiemelkedő munkatársa. Részt vesz a Paksi atomerőmű számos felülvizsgálati programjában, a Mátrai erőműhöz kötődő programokban, a nagynyomású hidrogén környezetben üzemeltető berendezések gyártásának felügyeletében. És hát ugye ehhez kötődően a publikációs tevékenysége is példaértékű, hiszen mindazt, amit élete során végzett, azt igyekezett az utókor számára megörökíteni és elérhetővé tenni. Munkásságát 10 könyvrészlet, több mint 130 publikáció és közlemény, ebből jelentős számú idegen nyelvű publikációt találhatunk, és ezek közül 7 az, amiben egyesületünk irodalmi díjra méltatta és érdemesnek tartotta. Rittinger János szakmai életútja napjainkra azt gondolom teljes körűnek tekinthető. Emlékezzünk vissza arra, hogy egyetemi tanulmányait népköztársasági ösztöndíjjal végezte, és a diplomáit kitüntetés eredményekkel zárta. 25 évi kutatóintézeti munkássága tovább bővítette ismereteit ezen a területen, hiszen állandóan képezte és tovább képezte magát, és mindezt az ismeretet folyamatosan igyekezett továbbadni a fiatal generáció számára. Meg kell említeni ezen a helyen és időben, hogy egyesületünk számára az elkötelezettsége példaértékű, és megint csak a fiatalok elé állítom példaként. Mindenkor azt hangsúlyozta, hogy egy mérnök szakmai elkötelezettségét szakmai társadalmi egyesületi tagságával is ki kell, hogy fejezze, és ki kell, hogy juttassa. Számos hegesztési konferencián, ankéton vesz részt, ezeknek a konferenciáknak, ankétoknak maga is szervezője, hosszú-hosszú éveken keresztül, és hát emlékezzünk meg arról, hogy a Nemzetközi Hegesztési Egyesület, az IIV szervezet, höz kötődő tagságunk is Rittinger János nevéhez fűződik, 1974-ben, 96-ban részt vesz ennek a szervezetnek a közgyűlésein. És hát akkor az Alma Materről is meg kell emlékeznünk, az Óbudai Egyetemről. A hazai felsőoktatáshoz, az Óbudai Egyetemhez és jogelődjeihez elkötelezettsége szintén példaértékű. Már a kezdetekkor bekapcsolódik a hegesztő műszaki szakemberek, majd a hegesztő technológus és hegesztő inspektor képzésbe tevékenyen részt vállal az egyetem nemzetközi hegesztő technológus, valamint nemzetközi hegesztő specialisták képzésében. Mindezek alapján, és természetesen ezek kiragadott példák voltak, hiszen egy ilyen méltatás sosem lehet teljes értékű, szorítkoznia kell néhány konkrét adatra, ugyanakkor számos dolog nyilván ebből kimarad, de ez egyáltalán nem csökkenti azt a teljesítményt, amit itt most láttunk. Az Egyesület hegesztési szakosztálya dr. Rittinger János tiszteletbeli elnökünket, a szakterületén folytatott 50 éves kiemelkedő munkássága, az Egyesület iránti elkötelezettsége, önkéntes munkája, életpályája elismeréséül Terplán Zénó díjban részesíti.
Folytatva nagydíjasaink ünneplését. Egyik nagydíjunk a Bánki Donát díj, amelyet kimagasló mérnöki munkáért és alkotásért adomány az Egyesületünk. Ebben a sorban, ebben az esztendőben a hegesztési szakosztályunk előterjesztése alapján Kristóf Csabát szólítom. Kristóf Csaba 1968-ban lépett be a Gépipari Tudományos Egyesületbe, ahol 2002-től kezdődően az Egyesület hegesztési szakosztályának vezetőségi tagja, és itt ma is aktívan tevékenykedik. Hosszú ideig hegesztőmérnökként a Magyar Hajó és Darugyárban dolgozott, és itt egy pillanatra megállok, mert ugye ez egy külön történet, a magyar ipar története. Ha belegondolunk, közöttünk ülnek azok a tudósok, kutatók, szakértők, akik annak idején a magyar ipar jelentős, meghatározó személyiségei voltak. És hát egy ilyen gyár volt Magyarországon, a Magyar Hajó és Darugyár is, amelynek kollektívájára különösen jó szívvel emlékezik az ember. És hát ha itt a zárójelet most beszeretném zárni, ez a gyár se létezik most már. Ebben a formájában természetesen, mint ahogy akkor volt. Nos, folytatva a sort, tehát hegesztőmérnökként dolgozik a Magyar Hajó és Darugyárban, az ESZAB Kereskedelmi Műszaki Kft. Vezetőjeként, szintén hegesztési szakterületen dolgozik. Pályafutása során gyakorlatait, tapasztalatait társszerzőként, szerzőként, számos előadásban, cikkben, cikksorozatban és szakkönyvben adja közre a jövő generáció számára. Könyveivel, cikkeivel, hegesztéssel foglalkozó széles rétegét szólítja meg, hiszen könyvet ír a barkács hegesztésről és a különböző technológiák ismertetésétől kezdődően az ívhegesztő áramforrások témaköréig, tehát az egész téma terület összességét átfedve. Számos a hazai iparban jelenleg is működő modern hegesztőberendezés beüzemelése és fejlesztése fűződik nevéhez. Itt ezek között említhetjük a CNC láng, plazmavágók, fedettívű hegesztőautomaták, hegesztőcellák, hegesztőrobotok témaköreit. A hegesztési szakosztály szakmai tevékenységének egyik motorja, aktívan vesz részt a konferenciák, szimpóziumok szervezésében. Irányítása mellett történt néhány évvel ezelőtt a hazai hegesztőanyag felhasználásának felmérése. Nevéhez kötődik a két évenkénti rendezésre kerülő hegesztési konferencia és ennek nagy sikerű fórumának a létrehozása. Hosszú ideje képviseli Egyesületünket a Nemzetközi Hegesztési Szövetségben, ennek a kettes számú bizottságában, ő a magyar delegát. Nyugdíjba vonulását követően intenzíven foglalkozik a hegesztés munkavédelmével, ennek biztonságtechnikai területeivel. 2008 óta vezeti Egyesületünk hegesztési szakosztályának hegesztés munkavédelmi szakbizottságát, amely az elmúlt években komoly eredményeket ért el. Jelenleg a szakbizottság a hegesztési bizottság szabályzat, ez a HBS jogszabály átdolgozásával foglalkozik, ennek korszerűsítésével, ennek a munkának ő az irányítója. A szakbizottság nevében előkészített pályázatait 2012-ben jóváhagyták, így a GTE komoly anyagi háttérhez is jutott ezen a területen, egy legjobb gyakorlat című kiadványsorozat elkészítésével. A Magyar Szabványügyi Testülettel közösen beadott nyertes pályázattal pedig jó néhány magyar a hegesztéshez kapcsolódó úgynevezett előszabvány, MSE előkészítésének a lehetőségét teremtette meg ezzel a munkával. Széleskörű szakmai testületi, egyesületi tagsága révén mindvégig részese volt a hegesztés szakterületének, hegesztési szakterület átalakításának, a GTM mellett tagja a Magyar Tudományos Akadémia Anyagtudományi és Technológiai Bizottsága, Hegesztési Albizottságának, valamint a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesület igazgató tanácsának.
egész élete során fontosnak tartotta az ifjúság képzését és továbbképzését. Jelenleg is több felsőfokú oktatási intézményben meghívott óraadóként vesz részt a nemzetközi és európai hegesztőmérnökök és hegesztéstechnológusok, úgy az MSC, mint a BSC hallgatók képzésében. Megszámlálhatatlan diplomaterv, szakdolgozat, konzulensi és bírálati munkája fűződik nevéhez. Kristóf Csaba a hegesztő társadalom egyik kiemelkedő, emblematikus hazai egyénisége, a szakemberek döntő többsége találkozott nevével különböző szakmai anyagokban. Szakmai munkáját egyesületünk hegesztési szakosztálya 2002-ben Zorkóczi díjjal, 2010-ben egyesületi éremmel ismerte el. Az országos, egyesületünk országos elnöksége Kristóf Csabát több évtizedes áldozatkész, az egyesület érdekében kifejtett munkája elismeréseként Bánki Donát díj kitüntetésében részesíti. És akkor menjünk tovább nagydíjasaink sorában. Bánki Donát díjban részesíti egyesületünk országos elnökségünk jóváhagyása alapján a gyártási rendszerek szakosztály előterjesztésében Bárdos Zoltánnét, Dórit. Egyesületünk gyártási rendszerek szakosztálya terjesztette elő az okleveles gépészmérnök végzettség. Akkor rosszul van nekem ideírva, bocsánat, kijavítom, villamosmérnök. Mindenkitől kérek elnézést. Tiszteletbeli gépészmérnök, egyébként villamosmérnök. Köszönöm. Nézzük. A szakosztályban korábban szervezőtitkárként dolgozott, és tevékenyen részt vesz ennek a szakosztálynak a munkájában. Lelkiismeretesen aktívan vállal feladatot, és segíti a szakosztályhoz kapcsolódó feladatok elvégzését, ebbe beleértve a szervezési munkát is. Kimagaslóan vállal közösségi munkát. Egyesületünk érdekében úgy a szakosztályban, mint a Magyar Szabványügyi Testületben. Tudni kell, hogy ebben a szabványügyi testületben hosszú-hosszú évekig Dóri képviseli egyesületünket, képviselte egyesületünket, jelenleg is ezt teszi. Ugyanakkor hát itt egy kis változás állt elő azáltal, hogy egyesületünk tagsága most egy picit megváltozott ebben a szervezetben, de nem tartozik szorosan a méltatáshoz. Változatlanul a Dóri látja el az egyesületünk képviseletét a Magyar Szabványügyi Testületben. És ez egy nagyon fontos dolog, amit most itt a szabvány kérdésről említek, hiszen a szabvány az valóban életünk része kellene, hogy legyen. Dóri mindig ezt képviselte, és eléggé sajnálatos, hogy kevés egyesületünkhöz kötődő tag ismeri fel, hogy milyen lehetőségek is vannak a szabványosításban és a szabványhoz kötődő feladatok képviseletében. Dóri mindvégig ezt képviselte, segít abban, hogy a szabványügyhöz kapcsolódó kérdések egyesületünk munkatársai, dolgozói és az érdeklődők számára bármikor elérhetők lehessenek. Egyesületünknek e tekintetben is meg kell köszönni azt a munkát, amit Dóri egyesületünk érdekében végzett. Mindezek alapján a Gépipari Tudományos Országos Elnöksége Bárdos Zoltánné több évtizedes áldozatkész, az egyesület érdekében kifejtett munkája elismeréseként
Pánki Donald díj kitüntetésében részesít. Nagydíjasaink sorában köszöntjük ebben az esztendőben a konstrukciós szakosztály előterjesztésében Veszeli Istvánt. Kedves Pista, remélem most nem tévedek. 1969-ben autógépész szakon szerez gépészmérnöki, vagy mérnök tanári diplomát a BME gépészmérnöki karán. Helyes? Köszönöm. 1979-ben védi meg a Budapesti Műszaki Egyetemen a közlekedésmérnöki karon a közlekedés, matematika és számítástechnika szakmérnöki diplomáját. 1972-ben a számok programozói tanfolyamán számítógép programozói oklevelet szerez. 1969-ben a Járműfejlesztési Intézetben, JAFI, majd az Autóipari Kutató Intézetben, Autókut, az elvi kutatási osztályán dolgozik, ahol is fő tevékenységei közül néhányat szeretnék kiemelni. Mozgásszimuláció, járműstabilitás, szilárdsági számítások, járművek ütközései, borulásai, fékezés szimuláció, blokkolásgátlás, csuklós járművek összecsuklása, szimulációk, tehát számítástechnika. Igen, kezdettől fogva ő a számítástechnikával foglalkozott. Ő az, aki 1970-es évek elején az ország legmodernebb és legnagyobb digitális számítógépén dolgozhatott, tehát ismerte és kezelte az analóg számítógépes technikákat is. Részt vesz a Hidropulsz fárasztó laboratórium munkájában, majd 1978-ban a Mezőgép Fejlesztő Intézet MEFI-be kerül, és itt lesz a számítástechnikai csoport első munkatársa. Megint néhány gondolat akkori tevékenységéről. Méréstechnika, mérő és adatgyűjtő rendszerek kidolgozása, mérés kiértékelő programok fejlesztése, szántóföldi mérőkocsi és mérőadat feldolgozás kidolgozása, megint csak különböző szilárdsági és mechanikai számítások fékrendszerekhez kötődően, gyors filmek képeinek feldolgozása számítógépes rendszerekkel, KED rendszerek bevezetésének előkészítése, ugye 78-at írunk. 1985. november óta az Icarus karosszéria és járműgyárban, illetve 1999 óta jogutótjában az Icarus busz járműgyártó RT-nek a munkatársa. És megint csak néhány dolgot szeretnék az ottani KED számítógépes laboratórium, illetve osztályának a munkájából kiemelni. KED rendszerek alkalmazása, különböző szoftverfejlesztések, felhasználók képzése, továbbképzése, konzultációk, oktatóközpont szervezése, autóbusz tervezési szoftver fejlesztése, mérnöki számítások fejlesztése, számítógépen készülő rajzok, rajztárolási, rajzarchiválási, digitalizálási rendszereknek a kidolgozása, KED beruházási, döntéselőkészítési anyagoknak a kidolgozása, közúton végzett mérések adatainak feldolgozása, ehhez tartozó szoftverek fejlesztése, szilárdsági számítások, különböző véges elemes módszerekkel. Fentiekben említett igen széleskörű tevékenysége mellett a belső és külső tanfolyamokat is tart és szervez folyamatosan, részt vesz az egyetemi oktatásban, diplomatervek konzulense, számos diplomater bírálója, államvizsgá bizottságok
munkájában részt vesz. Mérnöki pályája kezdete óta magas színvonalon megismerkedett a számítógépekkel, azok programozásával. Tevékenysége során sok esetben a probléma megoldása, a matematikai modell felállításától, a számítógépes program megírásán és futtatásán keresztül az eredmények kiértékeléséig volt a feladata. Egyesületünknek 1973-ban lett tagja. Azóta a gépjármű szakosztálynak a tagja, 78 és 85 között a mezőgép szakosztály tagja volt, 2003-ban alakította a szerkezetanalízis szakosztályt, amelynek titkáraként dolgozott, majd ennek a szakosztálynak a létszámcsökkenése révén munkájukat bevitte a konstrukciós szakosztályban, ahol most már annak a szakosztálynak a titkáraként tevékenykedik. Mindezek alapján az Egyesületünk országos elnöksége Veszeli Istvánt több évtizedes áldozatkész az Egyesület érdekében kifejtett munkája elismeréseként Bánki Donát díj kitüntetésben részesíti. Egyesületi érem kitüntetés adományozási blokkhoz érkeztünk, ahol egyesületünk szakosztályai, szervezeti egységei adnak javaslatokat a díjbizottságnak, majd a javaslatok alapján a díjakat az Egyesületünk országos elnöksége ítéli oda. Ebben az esztendőben, abban a helyzetben van egyesületünk, hogy az egyik legsikeresebb, igen, talán az egyiket elhagyhatjuk, legsikeresebb folyóiratunk, a műanyag és gumi 50. éves fennállását is ünnepeljük ebben az esztendőben. És ennek a keretében a műanyag és gumi szakfolyóirat előterjesztésében igen sok kollégát köszönhetünk egyesületünk kitüntetettjei, egyesületi éremesei sorában. Elsőként szólítom dr. Cigány Tibor gépészmérnök, dékán, professzor urat és akadémikus urat is mostantól, amihez ezúton is gratulálni szeretnék. A szerkesztőbizottság elnökét, akinek egyesületünk országos elnöksége az egyesületi érmet adományozta. A műanyag és gumi szakfolyóiratunk előterjesztésében szólítom egyesületi érmesünket, dr. Lehoszki László, vegyészmérnököt, szerkesztőt. Szólítom, de nincs, nem baj, majd elvisszük neki. A műanyag és gumi szakfolyóiratunk 50 éves fennállása alkalmából egyesületi érem kitüntetésben részesül dr. Völgyi Julianna, gépészmérnök, műszaki szakértő. Az egyesületi éremkitüntetést kapja a műanyag és gumi ezévi felterjesztése alapján Búzási Lajosné vegyészmérnök, a műanyagipari hírek rovatvezetője.
egyesületi éremkitüntetésben részesül a műanyag és gumi szakfolyóiratunk felterjesztésében Szulmanné dr. Binet Marian vegyészmérnök. Az egyesületi érem kitüntetjeinek sorában köszöntöm Borosné, dr. Ivetsz Mária vegyészmérnököt, a gumiipari hírek rovatvezetőjét. Egyesületi érem kitüntetésben részesül a műanyag és gumi felterjesztésében Kis Rozália vegyészmérnök, a csomagolás technikai hírek rovatvezetője. Újabb blokkhoz érkeztünk. Az egyesületünk országos elnöksége szeretné valami módon azt a munkát, amit az egyesületünk ügyvezető szervezete egyesületünk érdekében hosszú évek óta áldozatkészen valóban energiát és időt nem kimérve végez, valamilyen módon megköszönni. Nem lehet más tenni itt csak, mint azt mondani, hogy köszönjük mindazt, amit értünk tettek, hiszen nélkülük sem a mai esemény, sem az egyesületünk napi folyamatos élete nem lenne biztosítható. Az ügyvezető szervezet soraiból az egyesületi érem kitüntetjei között szólítom Apostolide Gabriellát. Most itt egy kis homok kerül a gépezetbe, de ezt is meg fogjuk oldani természetesen, hiszen azért vagyunk. Úgy szintén az ügyvezető szervezet sorai közül a számvitel, a pénzügyel kapcsolatos ügyeink intézőjét, Funk Orsolyát szólítom az egyesületi kitüntetetjeink sorában. Mondtam, hogy megoldjuk a homokot. Na kérem szépen. És akkor Mühl Márta. Köszöntöm az egyesületi érem kitüntetjeinek sorában a pénzügyi és a számviteli munkának a vezetőjét, Mühl Mártát. Maradva az egyesületi érem kitüntetetjeinknél, az élelmiszer és a hűtőipari, hűtőgépipari szakosztály előterjesztésében szólítom dr. Majalek Tarek kollégát, egyetemi docenst, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki kar energetikai rendszerek tanszékének docensét.
egyesületi érmeseink sorában, a gyártási rendszerek szakosztály előterjesztésében pörgetem. Igen, itt is van. Szólítom Kun Zsuzsannát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki kar. Most zavarba vagyok. Gyártástudomány és technológia, köszönöm szépen. Bocsánatot kérek, pedig végignéztem, becsület Istenemre, de nem vettem észre. Tehát szólítom, illetve köszöntöm egyesületi érmeseink sorában. Igen, malőr, de van ilyen. És akkor megint folytassuk a gyártásrendszerek szakosztály előterjesztettjeit az egyesületi érmeseink sorában. Köszöntöm Paniti Imrét, az MTA Staki munkatársát, mechatronikai mérnököt, PhD hallgatót és tudományos segédmunkatársat. És akkor most a gépjármű szakosztály előterjesztői következnek. Egyesületi éremmel ismerte el munkáját ebben az esztendőben Dudás Alexander, a Győri Egyetem munkatársának. Gratulálom! És ebben a sorban köszöntöm egyesületi éremes kitüntetettjeink között Csütörtöki Tamást, a Győri X-Meditor lap munkatársát. Köszöntöm és szólítom Pálfiné Böröc Ágnit, a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományok Kar anyagtudományi tanszékének munkatársát. Elvisszük neki. Akkor most jönnek az irodalmi díjasaink. Elsőként a műanyag és gumi irodalmi díjban részesített kollégáit fogom szólítani. Renner Tamás gépészmérnök gumifém kötés kialakításának feltételei gépipari hibrid alkatrészek gyártásánál című közleményéért, amely a gép fentjelzett számában jelent meg. Műszaki irodalmi díjban részesül a műanyag és gumi előterjesztésében Kajtár Dóra Andrea, MSC vegyészmérnök hallgató, veszélyes folyadékot tároló tripla falu polimer kompozit tartály Matrix anyagának optimalizálása című közleményért. Műszaki irodalmi díjban részesül a műanyag és gumi előterjesztésében Garas Sándor gépészmérnök, műanyagok égésgátlása című cikk sorozatáért. Gyártási rendszerek szakosztálya előterjesztésében műszaki irodalmi díjban részesül Balogh Gábor, a kaposvári NABI főmérnök esetében a gyártás 2012-2000 konferencián bemutatott prezentációs anyaga alapján.
most jönnek irodalmi díjasaink a gép szakfolyóirat előterjesztésében. Elsőként szólítom Dombovári Zoltánt, valamint Stépán Gábort, a marószerszámok dinamikai tulajdonságai és azok hatása a megmunkálás stabilitására című munkájukért. Műszaki irodalmi díjban részesül a gép szakfolyóirat előterjesztésében Márton Zoltán, Váradi Károly professzor úr, Daniel Fröhlich és dr. Bernd Sauer, radiális tengelytömítés érintkezési problémáinak tárgyalása című dolgozatáért. A gép szakfolyóirat előterjesztésében műszaki irodalmi díjban részesül Bihari Zoltán, dr. Szente József, Görgős szabadonfutók teherbírása című szakcikkéért. Gépszakfolyóirat előterjesztésében műszaki irodalmi díjban részesül Nagy József, dr. Tolvaj Béla, instacionális folyadékáramlás kapillárisban című szakdolgozatáért. Egyesületünk országos elnöksége külön szeretné megköszönni néhány kimagasló munkatársának, alakjának, egyesületünk meghatározó személyiségének a munkáját, amely ebben az esztendőben aktualitását az egyik folyóiratunk 50 éves fennállásának teremti meg. Dr. Macskási Leventét főszerkesztő úrat szólítom. A műanyag és gumi 50 éves fennállása alkalmából a folyóirat érdekében végzett több évtizedes odaadó, példamutató munkája elismeréseként az Egyesületünk országos elnöksége köszönetét fejezi ki, és egy erre a célra készített emléklappal adományozza meg. És ma már egy alkalommal elhangzott ez a név, citálva lett, és a nemes dátum is, ahol is azt gondolom, hogy az országos elnökségünk nevében, de hát itt csak a nevében tudom kifejezni, hiszen itt én azt hiszem, hogy mindannyian kell, hogy köszönetet mondjunk annak a személyiségnek, aki az Egyesületünk alapításától ott bábáskodik, figyel mindenre,
hosszú évekig elnökünk, örökös elnökünk, és sok-sok minden, mindaz, ami nevéhez kötődik, hát úgy gondoltuk, hogy valamivel tegyük számára is emlékezetessé, számunkra tegyük emlékezetessé ezt a napot. Szólítom Griszter János professzor, akadémikus urat, a GTE tiszteletbeli elnökét. Aki hát ebben az esztendőben ünnepli születésének 70. évfordulóját, amihez külön gratulálunk. És úgy gondoltuk, hogy ezt az alkalmat egy ebből a célból készített emléklappal tegyük számunkra, számára ez emlékezetes, de számunkra emlékezetessé. A következő 70-re. Ennyi volt a laudáció mára, úgy gondolom, mindenkinek szeretném még egyszer megköszönni azt a munkát, amit értünk a közösség érdekében végeztek. Talán csak ismét emlékeztetni szeretnék arra a gondolatra, amit itt számosan előttem említettek, és ez az összetartozásnak a gondolata együtt, gondolom többek vagyunk, és többre jutunk ezen gondolat mentén. Nem zárnám be, hanem most elővesszük azt a laudációt, amit korábban kellett volna. Egyesületi érmeseink sorában köszöntöm a műanyag és gumi 50 éves fennállásának alkalmából adományozott érmesek sorában dr. Leocki László vegyészmérnököt, szerkesztőt, a műanyagipari újdonságok rovatvezetőjét. És hát köszönöm szépen mindannyiótoknak. Kedves kitüntetettek, nagy örömömre szolgál, hogy én is gratulálhatok mindenkinek a munkájához, és szeretném, hogyha az ilyen elismerések híre kapcsán még többen, még fiatalodva, még eredményesebb pályát tudhatnának maguk mögött itt az Egyesületben is. Ehhez kérem mindenkinek az aktív támogatását, segítségét, és még egyszer gratulálok valamennyi díjazottnak.